Amit itt látnak egyébként, az Fiume, mai nevén Riekának az 1912-es képe, ami talán meglep néhányakat, és ez azért van, mert a mai előadásnak a főhőse, Kádár Jánosként ismert magyar történelmi személyiség, 1912. május 12-én született, ebben a ma Horvátországhoz tartozó, akkor a Magyar Királyság részét képező városban, Fiumének az egyik kórházában. Azért ott, mert az édesanyja, akit Czermanik Borbálának hívtak, ott cselédeskedett az egyik villában, Abbáziában, Fiume mellett, a Villa Ausztriában, amely tulajdonképpen ma is megvan. Czermanik Borbála az anya Szlovákiában született, az akkori Felső Magyarországon vagy Felvidéken, részben szlovák, részben magyar szülőktől, de mindkét ágon szegény szülőktől, és ezért a Czermanik Borbála három elemi iskolát végzett, többet nem, és utána szolgálónak állt. Az első helye, ahol szolgált, Komárom vármegye, Ógyalla mellett született, Ógyallán a Konkolytege kastélyban cselédeskedett, és ennek a kastélynak az ura akkor Konkolytege Miklós, egy ismert csillagász volt, aki korábban a fővárosban dolgozott, de az élete utolsó időszakát itt töltötte az ógyallai családi kastélyban, és hát részben munkaként, részben szórakozásként még az ógyallai csillagvizsgálóban működött. Innen kerül Ógyalláról 1911-ben Abbáziába Czermanik Borbála. Nem volt ritka a korabeli Magyarországon a vándorlás, de hogy Észak-Magyarországról hogyan kerül valaki egy cselédasszony Abbáziába, ezt a történeti kutatás eddig nem tárta föl, hogy milyen módon. Vannak föltételezések a Konkolytege családdal kapcsolatban, mire majd később még visszatérek, de erről semmi pozitívat nem tudunk. Amit tudunk az az, hogy a mama rövidesen teherbe esik itt Abbáziában, vagy már úgy érkezik, és 1912. májusában megszüli Czermanik Jánost, akit egyébként akkor Giovanni Giuseppe Czermanikként anyakönyveznek Fiumében, mert Fiume jelentős részben akkor még olasz lakta és olasz nyelvű város volt, és maga a kórház is olasz orvosok irányítása alatt állt, a Santo Spirito, Szentlélekről elnevezett kórház. A valószínű verzió szerint és a hivatalos verzió szerint is Czermanik Borbála akkori szerelme vagy kapcsolata, és ilyen módon Czermanik Jánosnak az apja egy dunántúli középparaszt volt, középparaszt családnak a fia, akit akkor bajor származású Krenzinger Jánosnak, később Kertész Jánosnak hívtak, aki éppen ott katonáskodott az ott állomásozó horvát-magyar honvéd ezredbe, és hát a Czermanik Borbála úgy ítélte meg, hogy ő volt az apa. És ebben valószínűleg igaza volt. A hazájába, Dunántúlra visszatért Kertész János, Krenzinger János azonban nem akart tudni a fiatal Jánosról, ezért az anya, aki egy szegény, egyedülálló nő volt, egy, hát nem lelencbe adta, hanem egy dunántúli, egy szomszédos faluban lévő középparaszthoz, Bálint Sándorékhoz, Kapolyra, akinek a háza itt látható, és amely látogatható volt, legalábbis ezelőtt néhány évvel még én ott megfordultam, és meg, egy tipikus kis paraszti ház, tulajdonképpen semmi rendkívül nincsen, nem volt benne. Az első 6 évet töltötte itt Kádár János, akkor még Czermanik János, sőt, magyarra váltva Czermanek Jánosként, ezt a Czermanikot átalakították Czermanek Jánossá, és a következő időszakot Budapesten töltötték, először a Városháza utcába, egészen a belvárosba, később kicsit kijebb a körutak mentén. Ebből adódhatott, hogy a szegény származás ellenére Kádár a Cukor utcai elemébe járt, 1911 és 13 között épült ez az elemi, és azt kell mondanom, hogy ha már csak az elhelyezése alapján is
abszolút egy belvárosi elhelyezkedő, kiváló elemi iskola volt, amit talán az is bizonyít, hogy Kádár egyik ismert osztálytársát úgy hívták, hogy Szent Ágotai János, akiből később, ugye, hát neves agysebész, orvos és országgyűlési képviselő is lett. És talán ez magyarázza is, hogy ez a gyerekkori kapcsolat, hogy a Szent Ágotai párton kívüliként, miként tudott politikailag is olyan karriert befutni, mint amit befutott. Így nézett ki az elemista Csermanek 1918 és 22 között, amely egy nagyon mozgalmas időszak volt Magyarország történetében, hogy ő ebből mit észlelt és mit nem, azt szintén nem tárták még fel a történészek. Nem írt Csermanek visszaemlékezést, nem maradtak meg a levelei, és a Cukor utcai iskolának az anyakönyvei, vagy a bizonyítványai sem, amiből rekonstruált lehetne, hogy jó tanuló volt, vagy rossz tanuló volt. A következő állomás a Veselényi utca, egy kicsit kiebb van, polgári iskola, amely 1896-ban készült, és amint látják, egy tekintélyes, háromszintes, vagy talán négyszintes iskola, amely azoknak a kispolgári szülők gyerekeinek biztosított továbbtanulási lehetőséget, akik elég tehetősek voltak ahhoz, hogy ne elégedjenek meg a négy elemivel, vagy a hat elemivel, de nem voltak elég tehetősek vagy ambíciózusak ahogy, hogy a 8 osztályos középiskolába, gimnáziumba küldjék a gyereket, és ezáltal értelmiségivé váljanak. Ez is egy nagy dolog ahhoz képest, hogy az anya Kádár visszaemlékezése szerint is milyen szerény körülmények között élt, gyakran albérletből albérletbe, hogy hogyan tudott a Veselényi utcai polgári iskolába elvégezni, majd onnan egy elit szakmát tanulni újabb két évre, ez pedig az írógép szerelői szakma volt. Maga Kádár erre az időszakra így emlékezett vissza. Voltam bojtár falusi kondásnál, szolgagyerek kuláknál, vici gyerek, újságkihordó fiú, kifutó a városban, még kilakoltatott is. Dolgoztam reggel 5-től, míg a tanítás nem kezdődött az iskolában, majd délután újra, késő estig. Aztán jöttek az akkori inas élet, idézőjelbe írva, gyönyörűségei. És amikor segéd lettem 1929-ben, a nagy gazdasági válság, a munkanélküliség. Így élt abban az időben az egész ifjú munkás nemzedék. Hogy valóban így élte mindenki, az nem biztos, de hogy a Kádár mindenféle forrás szerint sanyarú, szegény körülmények között gyerekeskedett, ez biztosra vehető. És talán ez a háttér eléggé magyarázza azt, hogy nem valamiféle konzervatív párt irányába tájékozódott, hanem az akkori rendszernek, a Horthy rendszer baloldali ellenzékéhez tartozó szociáldemokrata, sőt illegálisan működő kommunista párt felé. Tagja, amely illegálisan működött 1921 óta, legálisan nem működött, nem működhetett Magyarországon. Tagja lett a pártnak, és tagja lett a párt ifjúsági szervezetének is, és a KIMSZ-nek is, és valószínűleg rendelkezett valamiféle vezetői tapasztalattal, képességgel vagy rátermettséggel, mert a KIMSZ-en belül nagyon gyorsan vezetővé vált. 1931-től Barna János néven, ez volt az első illegális neve, vezetője, majd 33-ban a KIMSZ központi bizottságának a titkára, tehát a kommunista párt ifjúsági szervezetének titkára Kádár ebben az időszakban, alig több, mint 20 évesen. Persze nem egy olyan tömegszervezetre kell gondolni, mint amelyek később működtek, mint a KISZ-re vagy a DISZ-re, amelybe százezrek tartoztak, mert hogy kötelező volt. Ez egy kockázattal járó ifjúsági szervezet volt, abban a marxista szellemben, ahogy a kommunista párt is működött. Részt vett 1930-ban Kádár a nagy budapesti tüntetésben, amely a korszaknak az egyik legnagyobb tüntetése volt. Le is tartóztatták a 30 szeptember 1-i tüntetés után, de miután rábizonyítani nem tudtak semmit, ezért kiengedték. Rosszabbul járt azonban 1933-ban, amikor úgy jutottak rajta, hogy éppen a KIMSZ, a Kommunista Ifjúsági Szövetségnek a vezetősége ülésezett, és akkor tartóztatták le. Itt 2 év fegyházra ítélték Csermanek Jánost, Barna Jánost,
A két év fegyházat részben Pesten töltötte, a pesti börtönben, részben pedig a szegedi csillagbörtönben, ahol megismerkedett, vagy legalábbis látták egymást Rákosi Mátyással, aki ott sokkal több évet töltött el, mint Kádár János. Erről a letartóztatásról, a két év fegyházról két dolgot tudunk. Az egyik az szinte bizonyos, hogy Kádárt az erőszak hatására elárulta néhány vezetőtársának a nevét és a lakhelyét. Ahogy akkor mondták, tehát köpött. A másik dolog az, hogy ennek ellenére részt vett a börtönön belüli éhségsztrájknak a szervezésében és magában az éhségsztrájkban is, és ezért tették át büntetésből a szegedi csillagbörtönbe. Amikor kiszabadult a szegedi csillagbörtönből 1935-ben, akkor a kommunista párt utasítására belépett a szociáldemokrata pártba, amely legálisan működött, és parlamenti képviselettel is rendelkezett. Megint csak azt kell mondanom, hogy rendelkezhetett valamilyen vezetői képességgel, mert néhány év után a szociáldemokrata párt végrehajtó bizottságának a tagja, és itt is az ifjúsági csoportnak az egyik vezetője lett. Noha a szociáldemokrata párt az sokkal nagyobb bázissal rendelkezett, és sokkal régebbi múltra tekintetett vissza, hiszen 1890 óta legálisan működött Magyarországon, és ekkor már egy 15-20 fős parlamenti képviselőcsoportja is volt, amely fokozatosan csökkent. Miközben a szociáldemokrata pártban tevékenykedett, aközben az illegálisan működő kommunista pártban is ténykedik, amely sokkal szűkebb bázissal rendelkezett, alkalmanként néhány száz fővel, és a főváros a Budapest Területi Bizottságának a tagja lesz, majd 42-ben a Kommunisták Magyarországi Pártja központi bizottságának a tagja, 43-ban pedig vezető titkára februárban. Tehát a illegálisan működő kommunista pártnak az első számú vezetője itthon, mellette van mondjuk Rajk, László és mások, de ő az első számú vezető, és első számú vezetőként egyik legismertebb, legfontosabb tevékenysége, hogy a neve miatt föloszlatja a kommunista pártot, mert hogy ez nem vonzó a lakosság számára, és békepárt néven alakít egy új pártot, vagy alakítja újra ezt a pártot, mert úgy gondolja, hogy a második világháborús viszonyok közepette a béke szó sokkal vonzóbb a lakosság jelentős része számára, mint a kommunizmus. És részt vesz aztán 1944-ben a német ellenes Magyar Frontnak a megszervezésében is, amelyben más baloldali pártok is beletartoznak. Ha a békepárt programját megnézzük, akkor világosan látszanak a célok. Nincs szó a hagyományos kommunista programról, államosításokról, proletár diktatúráról, egyebekről, hanem békéről van szó, az antifasizmusról van szó, a nyomor és az éhség megszüntetéséről van szó. Kifelé független, befelé szabad és demokratikus Magyarországot. Olyan cél, olyan program, ami nagyon sokak számára lehetett elfogadható. Ez azonban nem változtatott azon, hogy a kommunista párt az egész II. Világháború alatti időszakban rendkívül szerény bázissal rendelkezett, ahogy mondtam, néhány száz tagból állt összesen. Nem tudjuk, hogy mi történt volna akkor, hogyha a II. Világháború másként fejeződik be. Úgy azonban, hogy a Szovjetunió a győztesek oldalán ezt az egész térséget magáévá tette, előbb felszabadította, majd megszállóként itt maradt. Ez a kommunista pártot egy megkülönböztetett, előnyös helyzetbe hozta a továbbiak szempontjából. És hát azt is kijelenthetjük, hogy a szovjet hadsereg jelenléte nélkül valószínűleg, sőt minden bizonnyal egész más irányt vett volna a magyar történelem, mint úgy, hogy a szovjet hadsereg jelenléte és a politikai biztosoknak az iránymutatás alapján Magyarország a többi kelet-európai országhoz hasonlóan rövid időn belül, hát a szovjet mintát követve, belpolitikailag, radikálisan, gazdaságpolitikailag átalakult. Ebben az átalakulásban döntő szerepet játszottak a Moszkvából hazatért kommunisták, Kumbéla ekkor már nem élt, ugye, de Rákosi Mátyás igen, aki Moszkvából jött haza, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Révai József, ezek részben 19-es népbiztosok, népbiztos helyettesek voltak, és a két világháború között zömmel Moszkvában éltek.
megtizedelte őket a sztálini terror rendesen, de azért a vezető csoport az onnan érkezett haza Rákosinak a vezetésével. Ugyanakkor nem lehetett zárójelbe tenni és negligálni az úgynevezett itthoni kommunistákat, köztük mindenek előtt Kádár Jánost, aki az első számú vezető volt, és mellette Rajk Lászlót, aki ráadásul egy egyetemet végzett, francia-magyar szakos tanár volt, azt gondolom, de mások is voltak, a Debrecenből érkező Kállai, Gyula, Losonci, tehát volt egyfajta értelmiségi és munkás követője is az akkori 40 utáni kommunista pártnak, és hát mondanom se kell, ekkor már nem illegális, hanem nyilvánosan működik, és az emberek közül sokan gondolják úgy, hogy a karrierépítésből is, más szempontból is ajánlatos a kommunista pártba belépni, de ha abban nem, akkor legalább a szociáldemokrata pártba. Ezért aztán a moszkoviták mellett Kádár János is jelentős szerepet játszik 1945-től kezdődően, először a nagybudapesti pártbizottságnak a titkára és a politikai bizottságnak a tagja 45 májustól, mert azt jelenti, hogy benne van abban a 8-9 fős csúcs testületben, amely a kommunista pártot irányítja. Van központi vezetőség, meg vannak osztály, de a politikai bizottság az, amely hetente ülésezik, és amely az elvi döntéseket hozza. Sőt, nem csak a politikai bizottság tagja, egy idő után 46-tól már a Magyar Kommunista Pártnak a főtitkár helyettese, és főtitkár helyettese lesz az 1948-ban a Szociáldemokrata Párt és a Kommunista Párt egyesülésével létrejött Magyar Dolgozók Pártjának is, amely egészen 1956-ig az uralkodó és 1949-ben az egyetlen párt volt Magyarországon. Emellett ugye folyamatosan országgyűlési képviselő, és van egy kormányzati pozíciója is, 1948 és 50 között Kádár a belügyminiszter. Néhány kép ebből az időszakból, 45 májusában, amikor a kommunista párt az első országos értekezletét tartja, szembe vele Rajk László látható. Vagy a kommunista párt harmadik kongresszus alkalmában rendezett nagygyűlés, ahol Kádár a vezérszónok, nézzék meg, Nagy Imre látható mögötte. A 48-ban megalakult kormányban Marosán György mellett látható, Fal és Farkas Mihály mellett, középen Rákosi, Révai, Gerő, az ismertebb vezetők, hogy a Dobi miért nincs éppen rajta, mint miniszterelnök, azt nem tudtam megfejteni. Révai mellett, Gerő mellett Kállai Gyula látható. Ez azt jelenti, tehát a hazaiak és a moszkoviták között folyamatosan van egyfajta feszültség, ugye egészen másként szocializálódtak azok, akik itthon illegalitásban dolgoztak, és azok, akik Moszkvában a Komintern funkcionáriusaként élték az ottani életet, de minden esetre ebben az időszakban még együttműködés jellemző a munkálkodásukat. Itt Kádár belügyminiszterként látható egy állománygyűlésen, a sok egyenruhából ítélve, és mellette Rákosi. Természetesen ismeri, sőt közelről ismeri Péter Gábort, aki a belügyminisztérium alá tartozó államvédelmi osztálynak, majd államvédelmi hatóságnak a vezetője. Péter Gábor is egy itthoni illegális kommunista volt. Abból az időszakból ismerik már egymást Kádár és Péter Gábor. Belügyminiszteri tevékenységének minden bizonnyal a legszégyenteljesebb tette a Rajk-per. 1945-től kezdődően különféle szinteken zajlott a megtorlás Magyarországon, tehát az úgynevezett osztályellenséget, a reakciósokat, akik itthon maradtak, vagy börtönbe csukták, internálták, különböző módokon vegzálták, de a 40-es évek végétől elkezdődik a kommunistákon belüli leszámolás, illetve harc is, és talán nem véletlenül a szorosabb és jobb moszkvai kapcsolatokkal rendelkező moszkovita csoport kezdi a hazaiakat megtizedelni, illetve hát kiiktatni az élvonalból, és nem véletlenül Rajk Lászlóval kezdik, aki egy, hát úgy mondjam, egy Rákosihoz képest egy magas, csinos fiatalember volt, magyar-francia szakos diplomával, tehát Kádártól eltérően, aki ugye egy szerény műveltséggel rendelkezett, a Rajk egyetemet végzett,
és ő is tudott idegen nyelven, mint ahogyan Rákosi is tudott egyébként angolul is és németül is, a még az első világháború előtti iskoláztatásának köszönhetően. Ebben a Rajkperben ismeretes módon ugye ez arról szól, hogy Rajkot rábeszélik arra, hogy vállalja el a Titóval való együttműködést, a Jugoszláviának való kémkedést, és hogyha ezt beismeri, akkor majd szabadon bocsátják. Rajk beismerte, a rádió közvetítette, és nem bocsátották szabadon. És abban, hogy a Rajk ezt megtette, több dokumentum szerint többek között Kádárnak is jelentős szerepe volt. Noha jó viszonyban volt az addigiakban Rajk Lászlóval. 1945 és 49 között, miközben ugye a politikai hatalmat a kommunista párt, illetve a Magyar Dolgozók Pártja fokozatosan megszerezte, a gazdasági életszintjén, a kulturális életszintjén ugyancsak jelentős, radikális átalakulások zajlottak, gazdaság terén már 46-ban megindulnak az államosítások, és 49-re ez odáig jut, hogy minden 10 főnél több munkást alkalmazó üzemet, gyárat, műhelyt államosítanak, kereskedéseket úgy szintén. A kulturális téren az egyházi úgynevezett klerikális ideológiát teljes mértékben háttérbe szorítják, az iskolákat államosítják, az egyházi iskolákat néhányat hagynak meg középiskolai szinten, mindegyik felekezetnek, és átírják a tankönyveket, az ellenálló papokat szintén letartóztatják, elsősorban is Mindszentit, de másokat is, és egy olyan új oktatási rendszert vezetnek be, amelyben a marxizmus, leninizmus vagy a történelmi materializmus a meghatározó ideológia. És ezt az egészet 1949-ben megkoronázzák egy új alkotmánynak az elfogadásával, amely az 1936-os szovjet alkotmánynak volt a másolata, amely szerint a hatalom a proletariátusé, és építjük a kommunizmust, haladunk fele azzal, hogy az állami tulajdont egyre kiterjesztjük. És ennek kapcsán ekkor, 1949-ben fogadnak el az alkotmány együtt új nemzeti címert, és nemzeti vagy magyar zászlót is, az 1946-os Kossuth címer helyett, ami az addig a magyar zászlót díszítette, illetve a középületeknek a homlokzatát is díszítette. 1949 azonban nem csak nagy politikai szempontból fordulópont, vagy jelentős állomás Kádárnak az életében, hanem fordulópont azért is, mert feleségül veszi a már korábban ismert Tamáska vagy Tomaska Máriát, aki Kádárhoz hasonlóan 1912-ben született, és a Kádár anyjához hasonlóan egy felső magyarországi szlovák származású szegény paraszti családból. Ő is elvégezte a négy polgárit, majd a Szociáldemokrata Pártnak az aktivistája lett, és főleg könyvtárosként dolgozott a szakszervezeti könyvtár, valamelyik szakszervezeti könyvtárban Budapesten. 1930-tól Róna Ottóné néven férjes asszony, és a II. Világháború alatt, amikor egyébként a Kádár fölveszi a Kádár nevet, akkor Rónáéknál bújtatják több alkalommal és hosszabb ideig is Kádárt, és ez az ottani bújtatás során, ideje alatt, hát gyöngéd viszony szövődik Róna Ottóné, Tamáska Mária és Kádár között. És ez a II. Világháború után ez odáig fejlődik, hogy 1949-ben házasságra lépnek egymással, és aztán a későbbiekben is együtt maradnak. A következő 5 év, 1951 és 1956 között úgy lehetne jellemezni, mint egy hullámvasutat, egyszer fönt, egyszer lent. Kádár ugye a pártnak egy első számú, második számú vezetője, egyik legfontosabb tárcának, a belügyminisztériumnak az irányítója, országgyűlési képviselő, és 1951-ben egyszer csak letartóztatják, és őt is sok más hazai kommunistával együtt börtönbe zárják. Itt ismét arról van szó, hogy a moszkovita kommunista társaság a riválisnak tekintett hazai vezetőket, előbb Rajkot is, itt most Kádárt is, tartóztatják le, és ítélik el koholt vádak alapján. Életfogytiglani börtönbe. Erről a börtönben töltött évekről is vannak legendák, például az, hogy
Igen. Például az, hogy letépték a körmeit, vagy a szájába vizeltek, amelyekre nincsen dokumentum. Tehát ez nem, biztos, hogy nem paplanos ágyba aludt a börtönben, de ilyenfajta kínzásokat Kádár sem emlékezett vissza erre, hogy lett volna, és más dokumentumok se bizonyítják. 53-ban meghalt. Nem tudni, hogy mi lett volna vele, ha Sztálin tovább él és Rákosi hatalma marad. 53-ban azon meghalt Sztálin, elkezdődött a Szovjetunióban és egész Kelet-Európában egy úgynevezett olvadás, egy enyhültebb, kicsit liberálisabb kommunista irányvonal, amit hát Szovjetunióban Ruscsov és Málenkovnak a betélkedése határozott meg. Magyarország szempontjából ez azt jelentette, hogy az új szovjet vezetés Sztálin halála után kifogásokat támasztott az addigi magyar politika iránt, amit Rákosi fémjelzett, no azt a politikát is a Szovjetunió diktálta, csak egy másik vezetés. És 53-ban júniusban kihívják Moszkvába az egész vezetést, súlyos megrovásban része is közlik Rákosiba, hogy vonuljon háttérbe, és a miniszterelnök az Nagy Imre lesz. Aki szintén moszkovita volt, viszont a moszkovita a vezető társaságból az egyetlen keresztény hátterű és nem zsidó származású vezető, ami a meglévő jegyzőkönyvek szerint a szovjet vezetőknél egy markáns szempont volt. Ennek hatására a Nagy Imre kormány alatt Kádárt részben rehabilitálják, és kárpótlást kap, egy elég szép summát, amint itt a táblázaton kiszámolják, akkor az egy átlagbérben egy 10 éves fizetésnek felel meg körülbelül, és a párt hierarchiába is visszakerül. Előbb kerületi titkár lesz a Angyalföldön, majd 55-ben Pest megyei vezető első titkár, és 56 nyarán már ismét az MDP központi vezetőségében van, a politikai bizottságban van, és a titkárságban van. A politikai álláspontja Rákosiékkal és Gerőikkel szemben tartózkodó, illetve ellenséges. Rokon szenvez Nagy Imrével, akit ugye kiszorítanak a hatalomból, és egyen pártagságtól is megfosztják, és a miniszterelnök 55 elején. De nem kötelezi el magát egyértelműen sem Nagy Imre mellett, sem más mellett, hanem tulajdonképpen magát pozícionálja. Nem mondom azt, hogy nem olyan ismert vezető, mint amilyen Nagy Imre volt abban az időszakban. Nagy Imrének a nimbusza két dologgal magyarázható. Az egyik az, hogy ő volt a földosztó miniszter 45-ben, és ez a vidéki falusi lakosság körében pozitív csengést adott a nevének. A másik pedig az, hogy amikor Rákosi elkezdte volna a TSS-ítést 40-es évek végén, 45-49-ben, akkor Nagy Imre ezt nyíltan kritizálta. És ezért félreállították, úgyhogy emiatt neki volt egyfajta ismertsége. Kádárnak sokkal szűkebb, inkább csak a párt elit körében. De minden esetre úgy éli meg az 1956. október 23-át, hogy a párt egyik vezetője. Rákosi ekkor már nincs Magyarországon, őt 56 nyarán biztos kimenekítették mindenestől a Szovjetunióba, ahonnan nem is tért vissza. Gerő azonban még itt van, és itt vannak a rákosista vezetésnek más tagjai és vezetői is. Kádár itt, mint az MDP vezetőjeként, Nagy Imre pedig, akit ugye kormányt alakít 24-én, a forradalom első napjaiban egyáltalán nem lelkesek azért, ami történik, hanem mindketten ellenforradalomnak minősítik, és az utcán harcolókat pedig csőcseléknek, illetve reakciós elemeknek. Ellenforradalmi reakciós elemek felkeltek népi demokratikus rendünk a munkásosztály ellen. Van törekvés arra, volt illegális kommunisták részéről, hogy fegyverrel verjék le a szénatéren, vagy a Korvin közben és máshogy szerveződött fegyveres csoportokat. Ezt viszont Nagy Imre nem hagyja jóvá, nem támogatja, úgyhogy ez így elmarad. Tehát az első napokban egy olyan értelemben van kettős hatalom, hogy a város különböző pontjain vannak felkelő csoportok. Ezek nagyon különböző ideológiai platformon állnak, attól függően, hogy kikből állnak, kik a vezetőik. És van a Nagy Imre kormány, amely kijárási tilalmat rendel, statáriumot rendel, fenyegetőzik, és szemben áll ezzel a utóbb felkelésnek vagy népfelkelésnek minősített eseménnyel.
Október 25-én azonban elkezdődik egy változás, amelynek az a lényege, hogy Gerőt a politikai bizottság fölmenti, és tulajdonképpen Kádár János Nagy Imrével együtt olyan nyilatkozatokat ad ki, amely eltávolodik az addigi állásponttól, és azt mondja, hogy egy 27-én, 28-án már egészen egyértelműen, hogy itt egy nemzeti demokratikus forradalom bontakozott ki, és a pártnak nem az a feladata, hogy ezt leverje, hanem megtalálja a közös nevezőt a felkelőkkel. És el is indulnak ebbe az irányba, létrehozzák a nemzetőrségeket, a fölkelők, illetve a rendőri katonai szerveknek az együttműködésével, és még külpolitikailag is úgy látszik október 30-án, hogy mint a Szovjetunió is hajlana arra, hogy elfogadja nem azt, hogy Magyarország kiugrik a keleti blokkból, vagy az, hogy egy nyugati típusú demokrácia lesz, hanem a korábbi sztálinista merev politika helyett egy valamivel a magyar viszonyoknak megfelelőbb, talán egy jugoszláv típusú, talán egy finn típusú, Szovjetunióval szemben lojális utat engedélyeznek. És van egy ilyen szovjet nyilatkozat is. És megkezdik a szovjet csapatok kivonását is Budapestről. Ez a remény sugár azonban gyorsan eltűnik, nem tart tovább egy napnál. Október 31-én a Szovjetunió Moszkvában eldöntik, hogy fegyverrel fogják a magyar forradalmat eltiporni. És ennek két oka van. Az egyik oka a szuezi válság, ahonnan az izraeli, brit és francia támadások miatt a Szovjetunió úgy döntött, kivonja a fegyverzetét és kivonja a katonai tanácsadóit, és ennek fejében viszont elvárja a nyugattól, hogy szabad keze legyen Kelet-Európában. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ezt megerősítve az Egyesült Államoknak moszkvai nagykövete Charles Bolen október 30-án vagy 31-én átad egy szóbeli jegyzékben közli a szovjet vezetéssel, hogy Magyarországot nem tekinti a szövetségesének, és elismeri, hogy Kelet-Európa a szovjet érdekszféra. Ez a két momentum döntő mértékben járulhatott hozzá ahhoz, hogy október 31-én egy korábbi, rövid ideig tartó állásponttal szemben a katonai beavatkozást határozzák el a szovjetek, és innentől kezdődően megfordulnak a tankok, amelyek addig kifele igyekeztek, és jönnek visszafele ismét, kezdik körbevenni a repülőtereket, és a határon át is jönnek tankok, ezt jelentik Nagy Imrének, és ezért jelenti be Nagy Imre a semlegességet, ezért szavaz a minisztertárs november 1-én, mert úgy látja, hogy a szovjetek nem tartják be a korábbi ígéretüket. Kádár ebben az időszakban Nagy Imrével tart, és Nagy Imre mellett van, és döntő szerepe van abban, hogy október 30-án feloszlatják a Magyar Dolgozók Pártját, és egy új pártot alakítanak Magyar Szocialista Munkáspárt néven. Itt a kulcsmondatát olvashatják ezen a szlájdon, hogy egy új párt lesz, és azokkal a vezetőkkel, akik a Rákosi klik üldözött, háttérbe szorított. Ugye itt Donát Ferenc is egy hazai illegális kommunista, ő a Donát Annának a nagyapja. Kádár János is egy hazai, Kopácsi Sándor egy munkásból lett kommunista, aki a budapesti rendőrfőkapitányságnak a vezetője, a forradalom alatt is, és a forradalmárok mellé áll. Losonczi Géza, aki egy debreceni egyetemet végzett, bölcsész, és így lesz kommunista. Lukács György, Nagy Imre és Szántó Zoltán mind a három Moszkvából érkezik haza, de nem kapcsolódott a Rákosi, Gerő, Révai, Farkas négyeshez, hanem azoktól distancíroztak. Nemzeti összefogást, megvédjük a demokrácia és a szocializmus ügyét, a szocializmus nem idegen példák más, arra készülnek, hogy több pártrendszerű választások lesznek, ebben a Magyar Szocialista Munkáspárt valószínűleg nem fog győztesként kikerülni, de parlamenti tényező lesz, és ezt el kell fogadni, és új utakon kell. Azt a fajta diktatúrát, amit elgondoltak, azt azzal szakítani kell a tigyákban. A szovjet páncélosok november 4-én érnek Budapestre, és hát néhány napos harc után minden ellenállási gócot felszámolnak, és felszámolják november 10-12-re az ország más részein is. Itt-ott maradnak gócok a meccsekben máshol, de érdemi tevékenységet vagy ellenállást nem tudnak kifejteni. Ezekről az eseményekről Kádár nem tud, pontosabban azt tud, amit közölnek vele Moszkvában.
November 1-én ugyanis Kádár Jánost Münich Ferenccel együtt elviszik Moszkvába. Nem önként jelentkezett egyikük sem, hanem kvázi, hát majdnem nem azt mondom, hogy törbe csalták, de egy olyan helyzetet teremtettek, hogy Moszkvába találták magukat. És ez úgy történt, hogy kihívták őket a parlamentből, legalábbis Kádárt, azzal, hogy a szovjet nagykövetségen Andropov nagykövet, a későbbi vezető és KGB főnök szeretne velük tárgyalni a kibontakozásról. Annyira, hogy Kádár, noha már elég hideg volt, egy felöltő nélkül, egy kis kabátba beszállt az autóba, és elment a szovjet követségre, hogy majd onnan visszajön. Ám ez nem ez történt, hanem az történt, hogy onnan kivitték a szovjet katonai reptérre tökörre, beültették egy repülőbe, és Ungvár átszállóval kivitték Moszkvába. És november 2-áról megvan az a jegyző, két, és ugye itt már zajlanak a katonai akció, de természetesen azzal, hogy leverik a forradalmat, azzal nincs megoldva a helyzet, kell valamiféle politikai erő, amely legalizálja ezt a katonai beavatkozást, és a kibontakozást irányítja, és ezek nem lehetnek szovjet emberek nyilvánvalóan. És nem lehetnek Rákosiék sem, mert az világos számukra, hogy a magyar nép előtt nagyon gyűlölt a politikájuk és a nevük is. Két emberben gondolkodnak, Münich Ferencben, aki régi kommunista, 19-es kommunista már, és a 30-as években, a 30-as évek közepén a spanyol polgárháborúban, hát a vörösök vagy a baloldal oldalán katonai parancsnokként játszik szerepet, tehát van némi tapasztalata ezen a téren. Ő az egyik. A másik jelölt Kádár, aki viszont egy hazai kommunista, Rákosiékbe börtönözték, és föltehetően a szovjetek kell együtt működni. Tito az, aki egyébként Münichen szembe Kádárt javasolja a szovjeteknek, Hruscsovnak, és akit ők végül elfogadnak. Megvan az a jegyzőkönyv, amelyet a szovjet vezetés Kádár és Münich jelenlétében folytatnak egy tárgyalást két részletben, és persze a jegyzőkönyv mindig szűkszavú, tehát az nem tartalmaz értelmező jelzős mondatokat, hanem csak röviden foglalja össze azt, ami ott elhangzott, de mégis megállapítható a belőle az, hogy Kádár a beszélgetésnek, illetve az értekezletnek az elején lényegében azonosítja magát az addigi Nagy Imre politikával, és amit ő is mondott, hogy nemzeti demokratikus forradalom, szovjet csapatok nélkül tudnak szocializmust építeni Magyarországon, és így tovább. Majd a értekezlet második felébe egy hosszabb szünet után azt látjuk, hogy Kádár mindenben elfogadja a szovjet álláspontot, vagyis azt, hogy katonai beavatkozás lesz, le kell verni a fölkelést, és egy új utakon kell elindulni szovjet támogatással, az ő vezetésével, Kádár vezetésével. Hogy erre Kádár mi alapján jött rá, vagy mi alapján döntött így, azt szintén nem tudják a történészek, hogy mi fordulhatott meg a fejében, esetleg az, és lehet, hogy ezt jelezték is neki, hogy a kommunista párt feloszlatását nehezményezik 43-ban, hogy esetleg tudtak arról, hogy 33-ban Kádár nem volt nagyon erős a börtönben, hanem vallott, vagy valami mást, vagy azt, hogy akkor Kádár elvtárs itt marad, valahol Szibériába, nem tudni, hogy a szovjetek mit mondtak neki. Lehet, hogy valaha fog előkerülni még ezzel kapcsolatos dokumentum, eddig nem került elő csak ez a jegyzőkönyv, és ebből ennyit lehet megállapítani. Minden esetre Kádár vállalta a rákiosztott szerepet, amit népiesen ugye Muszka vezetőnek is lehet nevezni, és a szovjet csapatokkal együtt érkezik vissza Ungváron keresztül Szolnokra. És a szolnoki repülőtéren, vagy azon a bázison, onnan hangzik el a felhívás a november 4-én, ott jelenti be a Kádár kormány, az új kormánynak a megalakulását, és ad egy olyan nyilatkozatot, programot, amely szintén nem tartalmazza azokat a negatív vonásokat, amire nagyon haragudott a magyar társadalom, hanem próbál egy olyan fajta programot körvonalazni, amely szocialista ugyan, de a magyarok egy része számára, vagy többsége számára elfogadható. Az első Kádár kormány 1956-ban látható itt, fölismerhető, ugye ő a Kállai Gyula, itt a Dobi, Kádár, ő azt hiszem Uszta Gyula, de ha nem, akkor valamelyik másik katona, Münich és Apró Antal.
Később aztán ez bővül ez a kormányzat, de ez az, amely hozzákezd az a szovjetek által már levert ellenforradalom, hát hogy maradványának a felszámolásához. Kádár maga hosszú ideig a parlamentben lakik, éjjel és nappal, és csak néhány hét múlva költözik ki a parlamentből. Az első, sok mindent ígér ebben az időszakban Kádár. Még van egy olyan nyilatkozata is, amely a többpártrendszert is el tudja fogadni. És sok minden mást is. A valóság azonban az, hogy egyre erőteljesebben, vagy erőszakosabban nyomják el, számolják föl a forradalomnak a vívmányait és a maradványait, vagy az ellenállást, ha tetszik. Ebben speciális fegyveres erőkre támaszkodnak. Az egyik a pufajkások néven ismert fegyveres gárda, amely hát azért pufajkások, mert ugye a szovjet téli egyenruhát kapják meg most már tél lévén, és azt viselik. A másik pedig a munkásőrök, akik ez egy későbbi kép, akiket munkások közül toboroztak azzal, hogy ha valahol fölüti a fejét a forradalmi eszme, akkor azt nyomják el. Több helyen dördülnek el sortüzek, és ennek lesznek halálos áldozatok nyugati pályaudvarnál és vidéki városokban is. A megtorlás elől körülbelül 200 ezeren menekülnek el az országból. Ezek között vannak olyanok, akik felkelők voltak, fegyveresen harcoltak, és a megtorlástól tartanak. Vannak köztük jobb élet után vágyódó fiatalok vagy középkorúak, akik úgy ítélik meg, hogy Magyarországon belátható ideig nem lesz szabadság, és várhatóan a Rákosi-féle nyomorgás lesz, és ezért vállalják a nyugatra menekülést. Néhány ezren, talán 20 ezeren visszatérnek közülük, de 170-180 ezer kint marad, és ezek, akik kint maradnak, zömükben a legmobilabb fiatal, részben egyetemisták, részben diákok, részben munkások, akik általában jó, minden forrás szerint jól megállták el őket külföldön, és nagy kár, hogy nem itthon kamatoztatták, vagy kamatoztathatták a tehetségüket. És voltak, akik abban bíztak, hogy még lehet újrakezdeni a forradalmat. És kiadták a jelszót, hogy márciusban újrakezdjük. Erre azonnal megszületett a válasz, mégpedig Marosán Györgytől, aki valamikor egy szociáldemokrata politikus volt, ám itt a Kádár kormánynak az egyik legradikálisabb minisztere és politikusa, akinek amikor egy alkalommal munkásokkal tárgyal és a munkások keveslik a bért, akkor azt a bonmot mondja Marosán, és ezt talán ismerik is, hogy nem a zsömle kicsi elvtársak, hanem a pofátok nagy. Úgyhogy ez jellemzi a Marosánt. Ez jellemzi a Marosánnak, aki egy pék volt egyébként, egy nagyváradról származó pék. Hogy aztán lesz-e muk, vagy nem lesz muk, ez 1957. májusára eldőlt. 1957. május 1-e a Hősök terén, ahol először mutatkozik be nagy tömeg előtt a Kádár kormány és a Kádár az új MSZNP-nek a vezetése. Óriási a tömeg, és alig hihető, hogy ez a tömeg, ugye ezt a tömeget, vagy ennek nagy részét korbáccsal hajtották ki. Biztos, hogy a virsli meg a sör, az sokakat befolyásolt, ami ezzel együtt járt. De mégis, hogyha ezeket a képeket, és sok képünk van róla, nézzük, ezek nem beállított képek. Ezek azt mutatják, hogy miközben Budapest egyik része, vagy ha tetszik, nagyobb része, a forradalommal rokon szenvezett és a forradalom mellett állt, aközben a másik része félt és nyugalmat akart. És ezek voltak azok, akik itt május 1-én Kádárt, Marosánt és a többieket üdvözölték. Nem új jelenség az, hogy Budapest vagy akár egy másik város nagyon gyorsan egyik évről a másikra változtat arcot, vagy mutatja a másik arcát. Szerbantal írja le az irodalom történetébe, hogy az a Budapest, amely 1918 őszén Károly Mihálytól és a demokráciától várt minden, és keresztény, és rejtegette azt, hogy a vallásos és keresztény, az 1919 őszére, mintha megváltozott volna, a demokrácia hívei a baloldal ment föld alá, és előjöttek a jobboldali
vallásos, konzervatív csoportok Budapesten. És ezt azóta is látjuk, hogy a főváros egy kétarcú a lakosság. Akkor is az volt, és azóta is az, hogy eléggé kiegyensúlyozottan vannak jobboldaliak, vannak baloldaliak, néha többen, néha kevesebben. Én szerintem alapvetően itt is erről volt szó, és nem arról, hogy ezt ott puskával álltak ezek között, ezek mögött, az emberek mögött. Kádár feltétlenül, és ez ismét azt mutatja, hogy érzéke volt a politikához, alapelve volt kezdettől fogva az, hogy nem lehet folytatni a Rákosi-féle politikát. Abba kell hagyni a fölösleges mindenkire kiterjedő terrort, célzottan felelősségre kell vonni azokat, akik lőttek az oroszokra, a munkástanácsvezetőket, vidéken, a Nemzeti Tanácsbizottság vezetőket, és ki is végeztek közel 300 embert, internáltak is, de nem volt olyan fajta általános terror, mint ami a Rákosi időszakban. És ami talán még fontosabb, ugye a Rákosinak a vezérmondata az az volt, hogy elvtársak, nem ehetjük meg az aranyat, tojót, tyúkot rántott szelet formájában most, hanem meg kell várni, meg az a tyúk majd tolja a tojást. Kádár pedig kezdettől fogva azt mondta, hogy az prioritása van a politikának, hogy az embereket jól kell lakatni. Enni kell nekik adni. Ezt kezdettől fogva érvényesítette, és ugyanakkor próbált még a nemzeti érzületre is valamilyen módon hatni, noha a forradalomnak a leverése az nem kifejezetten ebbe a kategóriába tartozott, amit ezekkel a címerekkel szimbolizálok, vagy mutatok be. Ugye bal oldalon látható a Kossuth címer, ami 45 és 40, 46 és 49 között magyar címer volt, és amit 56-ban a felkelők a tankokra festettek, és a gyerekek a kabátjukra tűztek. Gyártottak egy ilyen, nekem is volt egy ilyen Kossuth címeres jelvényem, ami 57 tavaszát került le onnan, mert akkor már azt mondták, hogy jobb, hogyha tovább nem hordja az ember. Mellette volt a középen a Rákosi címer, amit ugye vörös csillag, és nézzék meg, hogy Kádár címer 57-től, minthogyha elhalványítaná egy kicsit a kommunista szimbólumokat, és a pajzsban középen, minthogyha beemelne valamit a nemzeti színekből vagyok. De lehet, hogy én csak ebbe belemagyarázom, hogy ez nem így van, de biztos, hogy volt mögötte valamiféle tudatos elgondolás. De hát a Nagy Imre per az minden esetre megtörtént utoljára, és a Kádár itt is csalónak bizonyult, mert tulajdonképpen menlevelet adott Nagy Imréjéknek, hogyha kijönnek a követségre, akkor nem lesz bántódásuk. Ezzel szemben hát ismert, hogy internálták őket, majd 58-ban kivégezték. A pályáján ez is egy alapvető kérdés, hogy mi volt a szerepe Nagy Imre és társainak a kivégzésében. Amit erről tudunk, az azt mutatja, hogy a Kádár ezt akarta. De legalábbis semmiképpen nem ellenezte. Van egy olyan mondata a minisztertanácson vagy a PBL-sen, hogy szabad folyást engedünk a dolgoknak. Ugye azért nehéz erről nagyon nagy bizonyosságokat mondani, mert a dolgokat nem mindig írják le. Sőt, előfordul, hogy nem írják le, hanem szóban állapodnak. Mint ahogy emlékeznek vissza a Hortira, Horthy nem adott írásos parancsot arra, hogy kiket kell kivégezni, de a Prónai úgy emlékezett, hogy szóban azt mondta nekik, hogy keményen föllépni. Itt is erről van szó, hogy egészen biztos, nem tudunk semmivel, hogy Kádár tiltakozott volna ellene, arról tudunk, hogy helyeselte. De ugyanakkor ezt hozzáteszem, hogy ez természetesen a Szovjetunió jóváhagyása nélkül nem történhetett volna meg. A Szovjetuniónak is, Kádárnak is megfelelt az, hogyha a legfőbb riválist kiiktatják. Mert akár Magyarországon van, akár külföldön, mindig fönnáll a veszély, hogy visszajöhet. Mint ahogy ez Kossuth Lajos esetében is fölmerült, a haláláig mindig volt, hogy Kossuth él, hogy abból baj lehet, hogy Rákóczi esetében úgy szintén. Tehát a emigráns politikusok, azok mindig veszélyt jelentenek a hatalomban lévőkre. De ugyanakkor a másik része a dolognak, hogy ezzel párhuzamosan azt is sikerült a szovjetekkel Kádárnak tisztázni és ebben megállapodni, hogy Rákosék se térnek vissza. Pontosabban Rákosi nem tér vissza. Visszatérhetnek mások,
De politikai szerephez nem jutnak, vagy nem kerültnek. Egy kivétel volt a Révai, de nagyon gyorsan ő meg meghalt, úgyhogy valóban a kádári vezetésben a rákosista, sztálinista vezetés nincs benne. Masszívan benne vannak a hazai kommunisták, szociáldemokraták és mások, de a rákosi garnitúra nincs. A következő 30 évben, 58-tól 88-89-ig tulajdonképpen Kádár ebben az épületben dolgozott, amit Fehérháznak hívtak akkor, mert fehér színű, ez a Margit hídnak a pesti hídfőjénél van, és ma a parlamenti pártoknak a székháza. És ebben a villában lakott a Rózsadom Budán, a Rózsadomnak a peremén, amely két személynek, miután a feleségével lakott ott, kényelmesen el lehetett benne férni, még a testőrökkel együtt is, de semmiképpen nem az a fajta pompát sugározza ez a villa, ami a Ceausescu rezidenciára jellemző, vagy akár a Tito rezidenciára jellemző. Ahhoz képest ez egy puritán. Még megkockáztatom azt is, hogy a mostani köztársaság elnökeinknek a rezidenciájához is képest is ez egy nagyon szerénykek is ház. Szabad idejében Kádár három dolgot szeretett csinálni. Ugye Hortinál is beszéltem arról, hogy mivel töltötte a szabad idejét, ez is árul el valamit az emberről. Kádár vadászni szeretett a sportok terén és úszni. Hogy miért szeretett vadászni ez a szegény munkásgyerek, böllett politikus, ez számomra ugyanolyan rejtély, mint az, hogy a harmadik magyar köztársaság vezetői körében is miért harapódzott el a vadászat szenvedélye. Az, hogy a magyar arisztokrácia szeretett vadászni, ezt még csak megértem, mert voltak erdőbirtokaik, jöttek, mentek, néha medvére, néha erre-arra, de hogy ez rendszertől függetlenül, hogyan tevődik át minden politikai garnitúrára a vadászat szenvedélye, erre nincsen igazi magyarázatom. Lehet, hogy a hatalommal kapcsolatos. Mert ugye pecázhatnának is, tehát az is egy kikapcsolódás biztosít, tana, de nem pecáznak, hanem vadásznak. Régen is így volt, Kádár is vadászott, és most is vadászik. Szeretett úszni. A nyarakat a Balatonnál töltötte két vagy több hetet, és ott többnyire magányosan úszott, de a legfőbb szenvedélye mégis talán a sakk volt. És nem csak, hogy a szenvedélye volt a sakk, tudott sakkozni, és jó sakkozó volt, amely nyilvánvalóan összefügg a politikai kombinációjával is, hogy melyik erősítette a másikat és hogyan. Tehát jó sakkozó volt, és a politikában is jó sakkozott a sakktáblán lévő parasztokkal, futárokkal, meg a futókkal, meg a többiekkel. A represszión túl és az potenciális ellenzéknek a kiiktatásán, ami megtörtént az 50-es évek végére, három olyan dolog volt még, amely a kádári konszolidációt és stabilitást biztosíthatta, és amit el kellett érni. Az egyik az egyházakkal való viszonynak a rendezése volt, elsősorban a katolikus egyházzal, amely a legnagyobb volt, már a tömegbázi, a híveket tekintve is, és más szempontból is. Mindszentit kiiktatták, 50 már 48-ban, és mint tudják, 56 után Mindszent az amerikai követségen tartózkodott a 70-es évek elejéig. A rangban második a kalocsai érsek volt, aki Grősz József volt az első időben, ő is töltött 15 évet a börtönben, és a börtönből kijöve úgy döntött, hogy akkor ő el tudja fogadni a kádári békepapi mozgalmat. És ezt az álláspontot képviselte Hamvas Endre is. Tehát mindkettő a kádári rendszerrel szembeni megegyezés politikáját képviselte. Hozzá kell tenni, hogy Kádár is az első napokban kijelentette azt is, hogy az egyházak üldözésével fölhagyunk. A hívek szabadon éljék ki a hitéletüket, de ne politizáljanak. És 1964-ben megállapodik a Vatikánnal is ezekben az elvekben, és onnantól kezdődően a rendszerváltás végéig a Magyarországnak és a Vatikánnak a viszony a rendezett, olyannyira, hogy valamikor a 70-es évek végén, ezt meg nem mondom pontosan, hogy mikor, Kádár Jánost fogadta a pápa, ami egy jelentős elismerés volt számára is, és a magyar katolikus hívek számára is. Hogy a katolikus felső vezetésből hányan voltak beszervezve, hogy hányan nem, és jelentettek kétfele, ezt én pontosan nem tudom,
de feltehetően többen, mindenféle fölbukkant információ szerint. A másik dolog, amivel a Kádárnak ki kellett békülni, a szellemi élet volt, vagy meg kompromisszumot kellett kötni, a szellemi élet volt, az írók és a művészek. Mert ugye néhányan elmentek, de azért a többség itt maradt. Németh László is itt maradt, Ottlik is itt maradt, Vörös Sándor is itt maradt, Iyés is itt maradt. Tehát a magyar szellemi életnek a nagy része, színejava itt maradt Magyarországon, és az 50-es évek végéig hát nem nagyon hallattak magukról, illetve a passzivitásukkal tüntettek. Abban, hogy velük is sikerült megegyezni, nagy szerepet játszott Acél György, aki a képnek a bal oldalán látható, és aki hát Kodály Zoltánnal, Iyés Gyulával, Németh Lászlóval és másokkal is megkötötten, nem írtak alá semmit, nem kötöttek szerződést, de körülbelül meg tudtak állapodni abban, hogy az 50-es éveknek a sematizmusa után most egy olyan időszak következik, ami a 3T-nek a 3T-vel szoktak jellemezni, hogy támogatjuk, tűrjük és tiltjuk. És ebbe a támogatjuk és a tűrjükbe, ebbe a népirodalom is beletartozott, Vörös és Ottlik is sokan beletartoztak. Nyíltan antimarxista műveket nem lehetett kiadni, és ezeket nem is adtak ki. És hát voltak preferált költők, és kevésbé preferált, de publikált költők, illetve írók. Úgyhogy itt Kodállyal és Iyéssel látható Acél György, de sok más fényképet is be tudnék mutatni. A harmadik a magyar társadalomnak még mindig közel 50%-át kitevő parasztság volt. Mert a gyárakat, üzemeket szocializálták, az állami tulajdon volt, tervek szerint működött, de ott volt a mezőgazdaság, amelynek a parasztok, akiknek ők adtak földet 45-be, és 49-től próbálták őket rábírni, hogy lépjenek be a TSZ-be, de a hajlandóság nem nagyon volt meg a parasztokban. Ezt 56 után a Kádár volt az 59-től kezdődően, aki ezt is végrehajtotta. A propaganda szerint, hát nagyon fényesen és simán ment minden, ugye? A parasztok meg a menyecskék lelkesedtek a TSZ-esítésért. A valóságban viszont ez egy sokkal komplikáltabb dolog volt, és a kényszerítésnek különböző eszközeit használták. Abban, hogy végül is a parasztokat a TSZ-be vigyék a többséget. Tehát volt mindenféle kényszerítő eszköz, de volt egy olyan is, amit hozzá kell ehhez tenni, aki belépett a TSZ-be egy öreg parasztasszony vagy parasztember, az onnantól kezdődően kapott öregségi járadékot. És a magánparasztság korábban nem volt részese a társadalombiztosításnak. Se nyugdíj nem volt, se baleseti, semmi. Ha most belépett a TSZ-be, és akár fél holdföldje volt, akár kettő holdföldje volt, beadta, onnantól kezdően havi 260 forintot kapott. Ebből ma egy kávét nem lehetne inni, de akkor a 260 forint abban az időszakban, ez egy égi ajándék volt a magyar parasztok közül nagyon sokaknak. Ez is segítette a belépést, de végül is azt gondolom, hogy az volt a döntő, amit egy nótával fejeztek ki a parasztok, amit gyerekkoromban lakodalmakban szoktam hallani, hogy a zöldre van a rácsoskapu dallamára, hogy nem győztük az angolokat várni, beköllött a TSZ-be állni. Vagyis miután a papokkal megegyeztek, az írókkal megegyeztek, a parasztok 56-ot leverték, a parasztok közül is egyre többen ítélték, kezdték úgy megítélni, nincs más lehetőség. És ugyanakkor volt tagosítás, adóemelés és sok minden más, ami miatt a parasztok végül erre az útra léptek, ahogy ez a táblázat mutatja. A Nagy Imre alatt kiléptek a TSZ-ből, azt követően viszont a szövetkezeti tagoknak a száma is rohamosan emelkedik 60-61-be, és a szövetkezetek földterülete is. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy 61-62-re a agráriumban is megszűnt a magántulajdon, vagy minimálisra korlátozódott, és ott is a szövetkezeti és az állami tulajdon vált dominánsá. Ez sem ment olyan simán, tehát a parasztoknak jelentős része ekkor vándorolt az iparba, hagyta ott, és
De a cél, a úgynevezett szocialista gazdálkodás megvalósult, és ezért jelentették ki 62-be az egyik párt, hogy leraktuk a szocializmus alapjait. Mert hogy minden fő ágazatban megszűnt a magántulajdon, vagy minimálisra sugorodott. És az utolsó, a három belpolitikai cél mellett az utolsó a rendszer elismertetése volt Nyugattal. Nyugat-Európa, de legfőképpen az ENSZ és az Egyesült Államok ugyanis nem ismerte el addig legitimnek a Kádár kormányt, és ahhoz, hogy ezt elismerje, ahhoz Kádárnak egy amnestiát kellett 1963-ban kibocsátani, amely következtében a börtönben tart, nem kivégzett és még börtönben tartott felkelők, írók, egyebek túlnyomó többségét szabadon engedték, amnestiát kaptak, és ennek fejében akreditálni lehetett Magyarország képviselőt az ENSZ-be, és a továbbiakban az ENSZ-ben elismerte, mint független államot. A 62-es, mindezek után a 62-es kongresszuson mondja ki azt a pártvezetés, amit az előbb idéztem, hogy befejeztük a szocializmus lerakását, és itt mondja ki azt a bibliai mondatot is, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. És a Rákosi az fordítva volt, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Na most, eddig ugye főleg Kádárnak a személyes életéről beszéltünk. A következő időszakból a személyes életéről nem nagyon tudok történeteket mesélni, de azt gondolom, hogy nem is ettől, vagy ezért Kádár a Kádár, hanem azért, mert ami a 60-as, 70-es és még részben a 80-as években is Magyarországon történt. Ennek sokféle aspektusa van. A politikai rendszer ugyanaz volt, mint az 50-es években. Egy pártrendszer volt, pártdiktatúra volt, ugyanazok az intézmények, de az intézmények működtetése és a politika működtetése az más volt, mint ebben az 50-es években. És ettől és sok minden mástól a Kádár korszak sikeresebbnek bizonyult, mint a Rákosi korszak. Legfőképpen a gazdaság terén, ami már 57-től 58-tól hozta különböző könnyítő intézkedéseket, de a 68-as új gazdasági mechanizmus az egyértelművé tette azt, hogy a teljesítménynek szerepe van a bérezésben. Tehát a teljesítményt díjazni kell, mert másként az emberek nem dolgoznak rendesen. És a másik a pénzreform is, hogy három árkategóriát vezettek be ugyanekkor. A tervutasításnak a megszüntetése olyan értelem, hogy nem írták elő, hogy melyik évben hány piros cipőt kell gyártani és hány fekete cipőt, hanem ezt a cipőgyárakra bízták, hogy gyártsatok annyit, amennyit akartok, és ha eladtátok, akkor a nyereség egy része a tiétek, nem adtátok el, akkor veszteségesek vagytok, és nem tudtok annyit fizetni. Ugyanígy pénzben is, tehát az alapélelmiszerek, a tej, kenyér, stb. Ez fixáros volt végig a korszakban, és ezért tudjuk azt, hogy a zsömle az, meg a kiskifli az 40 fillér volt, a sóskifli meg 1 forint, mert hosszú időn keresztül annyi volt, meg a sörnek, meg a cigarettának az árát. Voltak szabadáros termékek, mint a banán, vagy a kávé, ami luxuscikknek számított, és volt a kettő közötti sávban mozgó árak. Tehát ezt akkor én, mint gimnazista voltam, nem tudtam másként értelmezni ezt az egészet, mint egy vagy két lépést a kapitalizmus felé. De a propaganda azt mondta, hogy nem erről van szó, hanem a szocializmus megjavításáról. Tehát valójában ugye ezek az elemek, ezek egy kapitalisztikus jellegű elemek, piacgazdasági elemek voltak. De akár ez volt, akár az volt, a következő 2-3 évtizedben a magyar gazdaság rendkívül nagyot modernizálódott, fejlődött, elsősorban a mezőgazdaság, amely az 50-es években elhanyagolt ágazat volt. Az 50-es években, az idősebbek talán még emlékeznek, ilyen körmös traktorok kezdték fölváltani a kézi munkát, de ezek csak szántani tudtak, szállítani nem. A TSZ-esítést követően megjelentek a gumikerekes szovjet és NDK traktorok, amelyek szántottak is, gépeket hajtottak és szállításra is alkalmasak voltak. És a 70-es években pedig megjelennek a magyar fejlesztésű Rába-Steigerek Győrből, illetve az amerikai John Deere típusú traktorok, amelyek részben klimatizáltak voltak, és egy gombnyomással lehetett meghatározni, mennyi kukorica szemet tegyenek bele a lyukba, amit ott csináltak. A kombájnok, szovjet kombájnok, ugye korábban zömmel kézzel arattak. A kombájnok kiváltották a munkaerőt, felszabadították
a szovjet kombányok, amik a 60-as évek első felében lettek általánosak, majd a 80-as években ismét csak a nyugati klassz kombányok kiszorítják a szovjet kombányokat, és nyugati. Azt lehet mondani, tehát, hogy a TSZ-ek és az állami gazdaságokban rendszeresítették azt a Amerikában kidolgozott closed production systemnek is mondott, zárt termelési rendszernek mondott szisztémát, amelyben az éghajlat talajadottságnak megfelelően megállapították, hogy mit, mikor kell vetni, mennyi vizet kell neki adni, stb. Stb. Úgyhogy ez a 70-es években indul, és a 80-as évekre általános lesz, és jelentős terméseredményeket hoz. Ugyanakkor jóval nagyobb teret biztosítottak és engedtek a háztáji gazdálkodásnak, mint az 50-es években és a korai 60-as években. De senki nem szabályozta, hogy hány tyúkot tartsanak otthon a gazdasszonyok, és hogy a tojással mit csináljon. Nem volt beadás. Megették, piacra vitték, ahogy akarták. A másik a fólia. Ugye itt is. A fóliázással is ugye jelentős pénzeket lehetett keresni, aki ezt ügyesen alkalmazta. Ők már jókedvűek, ők szőlőt szüretelnek, és láthatóan viszik haza préselni. Az amerikai rendszer, a modern gépesítés, háztáji gazdálkodás mellett volt a magyar mezőgazdaság eredményének egy másik fontos oka is, a műtrágya felhasználás, amely, ahogy ez az ábra mutatja, az 50-es években, 60-as évek elején minimális volt, a 70-es, 80-as években pedig hát fölugrik az európai átlag fölé. És nyilván ez is a hozamoknak kedvezett. És ez mutatják a termés átlagoknak a növekedését 70-es, 80-as években. Ha összehasonlítjuk a legfontosabb mezőgazdasági termények hozamait a nyugat-európai vagy kelet-európai országokkal, akkor azt látjuk, hogy Magyarország meglehetősen jól áll, gabonafélékben, kukoricában, burgonyában, tehát az alapvető élelmiszerekben. Jelentős volt az állattartás is, a baromfi mellett főleg a sertés volt az, amit viszonylag kis befektetéssel, bikákhoz nagyobb, növendékmarhához nagyobb befektetés kellett, de a sertés ez nem kellett nagy befektetés, és ezeket is vásárolták, és a TSZ-ben való dolgozás mellett, sőt az iparban való dolgozás mellett is, ezt a vidéken, falvakban nagyon művelték, és ezáltal a jövedelmüket növelték. Előre haladt a motorizáció. És minden téren. Személy a vasúti téren, vasúton, a közutakon és a személyi autóállományban egyaránt. A régi gőzmozdonyokat kezdik fölváltani a dízelmozdonyok, illetve az árammal hajtott mozdonyok. A régi fakaruszokat fölváltják az ikaruszok, ez egy 66-os modell, farmotoros modell, ez pedig már egy 70-es, 80-as években aztán csuklós ikarusz, lehet, hogy még ma is van ilyen. Ezek a kelet-európai és az arab piacon versenyképes termékek voltak. A Volvo-val és a Mercedes-szel persze nem tudtak versenyezni, és arra nem is adtuk el őket. És ezért romlott össze a rendszerváltás követően, mert hát bejött a Volvo, bejött a Mercedes, amelyek jobbak voltak. De itt a kelet-európa és arab piacon ezek egy versenyágazata volt a magyar iparnak abban az időszakban. A személygépkocsi állomány rendkívüli mértékben megugrik. Az 50-es években, még a 60-as években is ez egy luxus dolog volt, ha valaki autóval rendelkezett. A rendszerváltás pillanatára 2 millió autó van Magyarországon, hát majdnem minden családnak, de minden második családnak egészen biztos. Persze ezek sem Mercedesek voltak, még csak nem is Volkswagenek, hanem zömmel Trabantok, Varszavák azt hiszem, és hát a legtehetősebbeknek a Lada, Zsiguli, illetve a Lada. A növekvő forgalom miatt elkezdik az autópályaépítést 1975-ben, de, és ezt hozzá kell tennem, hogy az idő előre haladtával a mezőgazdaság hozzájárulása a nemzeti jövedelemhez egyre csökkent. És az ipari szolgáltatásé volt a legjelentősebb, és azt kell mondom, az ipar az egész korszakban nem tudott olyan eredményes lenni, mint a mezőgazdaság. És ennek az volt az oka, hogy az 50-es években olyan ipari kapacitásokat hoztak létre, amelyeknek a termékei egyre eladhatatlanabbak voltak, és egyre kevésbé voltak rentábilisak. Klasszikus példa Dunaújváros, Sztálin vasmű, később Dunai vasmű, ahol se szén nem volt, se vas nem volt, és acélgyárat hoztak létre.
és onnan a Donbászból, vagy a Krimből, ahol most a harcok folynak, onnan kellett hozni a szén jó részét és a vasércet is. Miskolc környéke kicsit jobb volt, de ott se volt igazán akkora bázis a nehéziparnak. A hagyományos nehézipari bázis Magyarországon a Zsírvölgye volt, Dél-Erdély, és ott Temesváron volt is komoly nehézipar az első háború előtt, de itt ezen a Magyarországon, ahol Pécsen volt egy kis kőszén, jobb minőségű, de Tatabánya környékén barnaszén volt, másod lignit volt, summa-summáron mindent egybevetve, a legáltalánosabb mutató szerint a nemzeti jövedelem, az egyfajta nemzeti jövedelem szerint hosszú időn keresztül a 70-es évekig évi 5% fölötti növekedést produkált a magyar gazdaság. Ha a korábbi időszakhoz viszonyítjuk, magyar történelmi időszakokhoz, irtózatos emelkedést látunk a dualizmus időszakához, vagy a Horthy időszakhoz is, hogy a 60-as, 70-es években a nemzeti jövedelem mekkorát nőtt Magyarországon. De mielőtt elkezdenék magunkat dicsérni, vagy a Kádárkort, ehhez hozzá kell tenni azt, tehát ugye egy szám adat önmagában nem sokat mond. Azt mindig viszonyítani kell előre, és viszonyítani kell oldalt is, hogy más országokban ez hogy van. És a helyzet az, hogy a II. Világháború utáni, főleg az 50-es, 60-as évek, de még a 70-es is, közepéig, az egész világon a leggyorsabb növekedést produkálta. Mindenhol. A szocialista országokban is, és a kapitalista országokban is. A kérdés az, hogy milyen gyorsan. És ezt akkor tudjuk lemérni, hogyha ezt a nagyon impresszív meredek görbét, ezt viszonyítjuk mondjuk az Egyesült Államokéhoz, vagy viszonyítjuk az Európai 12-höz, a mostani EU-nak a magországaihoz. Ha ezt is megtesszük, akkor azt látjuk, hogy a helyzet sokkal kevésbé rózsás. Mert a Horthy korszakban a szinten tartás az abszolút mértékben megvolt, itt a háborús visszaesés, de nem tudunk eljutni arra a szintre, ahol 39-ben álltunk, hanem viszonyítva az Egyesült Államokhoz, viszonyítva Nyugat-Európához, a fejlődésünk lassabb. Tehát a gaz egészében véve, mi ezt persze megéltük és megélhetjük, mint ahogy visszatérek rá, egy nagy emelkedésként, mert az volt, de az üteme ennek az emelkedésnek az korlátozottabb, mérsékeltebb volt, mint a világ fejlett országaiban. És aztán a 70-es évek végétől, ahogy itt ez a tabella mutatta, visszaesés kezdődik, és úgy, hogy a rendszerváltásra eljut szinte a nulla szintig a növekedés. Mi ennek az oka? Részben az, hogy az extenzív növekedésnek vége szakadt, tehát a mezőgazdaságból az iparba áramló embertömeg megszűnt, továbbá nem áramoltak, és a továbbiakban a növekedésnek a motorja nem az ember, hanem a találékonyság, az innováció, a hatékonyság. És ebben a szocialista ipar nálunk is és máshogy is mindig hátrányban volt azzal a kapitalista rendszerrel, amely magántulajdon alapult, az egyéni érdekeltségen és hatékonyságon alapult. Ez volt az egyik. A másik oka pedig, amiről nem tehetünk, az olajárnak a megemelkedése a 70-es, 80-as évek végén, amelyre a nyugat nagyon gyorsan reagált, ez volt az, amikor Németországban, például Nyugat-Németországban hétvégeken különböző rendszámú autók közlekedtek, amikor Amerikában nagy kedilleket kezdték fölváltani a kisebb japán autók, stb. Mi nem igazán tudtunk erre kreatív módon reagálni, pontosabban úgy reagáltuk, hogy elkezdtünk külföldi hiteleket fölvenni. Az addigi fejlődés körülbelül a 70-es évek közepéig külföldi kölcsönök nélkül zajlott. Tehát azt a magyar gazdaság produkálta. Innentől kezdődően azonban, és ha emlékeznek, mit mondtam a Kádárról, hogy az embereknek jó kell lakatni, enniük kell. De ha nem bírjuk megtermelni azt, amit az emberek megszoktak, nyugdíjasok száma rohamosan nő például, akkor hát mit lehet csinálni? Kölcsönt kell fölvenni. És ezt megtették, és ennek következtében az országnak az adósodása a rendszerváltás pillanatára elég magasra szökött. Az iparosodásnak, a fejlődésnek köszönhetően a kereső népességnek és általában a lakosságnak a foglalkozási struktúrája alapvetően átalakult. Az iparban dolgozók aránya 20%-ról 30% fölé nőtt, ha az építőipart is beszámítjuk, akkor 40%-ra.
A mezőgazdaságból élők pedig 50% körülről 15%-ra. És nőtt a szolgáltató ágazatokban dolgozók is. Ez nem a magyar, nem szocialista, nem kapitalista, ez egy globális tendencia, hogy előbb a mezőgazdaságból, amelynek a túlsúlya különböző években, különböző időszakokban folyamatosan csökken, először az iparba áramlanak, majd amikor az ipar elér egy bizonyos szintet itt nálunk a 40% körülit, vagy 40% közelít, akkor leáll az iparba áramlás, és a harmadik ágazat, a szolgáltatásban dolgozók száma az, ami nő. Ez ma már még markánsabban látszik, mert a mezőgazdaságban 4% van, ha dolgozik, több nem, és a szolgáltatás pedig 50%. Úgyhogy ez így átalakul. A fontos az, hogy a keresetek, ezeknek akárhol dolgoztak, iparban vagy mezőgazdaságban, a keresetek meglehetősen kiegyenlítettek voltak, vagy egalitáriánusok voltak. A két világháború között, ha az egyfőrejtő jövedelem megosztást nézzük, akkor óriási különbségeket lehet találni a nagybirtokos nagypolgár vagy a mezőgazdasági napszámosok között. De még a középosztály között és az alsóbb rétegek között is. Tehát a Horthy korszak egy kapitalista társadalom volt, ahol a tulajdonos, nagy tulajdonosok, középtulajdonosok, kvalifikált értelmiségiek sokkal jobban éltek, mint a kevésbé kvalifikáltak. A Rákosi és a Kádár rendszer is ezzel szemben fölülről lefelé nivellált, megszüntette ezeket a nagy különbségeket, és ahogy ez a Ferge Zsuzsáék által készített tábla mutatja, a parasztságnak is, a munkásságnak is és az értelmiségnek is a felső csoportjai a csúcsig juthattak, és a felső 1% és az alsó százalék között összesen 10-szeres volt a különbség, de nézzenek ide, ez csak a szülőorvosokat, vagy bidzenészeket, vagy a focistákat jellemzi, ami itt van. Valójában itt kell meghúzni, hát ez 5000, és itt húzzuk meg 2000. Tehát 3-4-szeres a felső 10% és az alsó 10% közötti különbség. Ez egy sokak számára, akik az alsóbb rétegekben voltak, ez egy nagy eredménynek számított, és ez lehetővé tette azt, hogy maga módján a legtöbb magyarországi család életkörülményei javuljanak. Miben mutatkozott ez meg? Megmutatkozott a házépítésben, amelynek két formája volt, a lakótelepek, amely legtöbb nagyváros mellett, Szegeden, Miskolcon, Budapesten létrejöttek, amelyekről ma már rosszakat mondunk és gondolunk, de amikor valaki egy közművek nélküli házból beköltözött egy meleg vízzel, angol vécével, beépített konyhával rendelkező lakótelepi lakásba, akkor nagyon boldog volt, ezt a saját példámon is tudom igazolni. Én 74-be költöztem be, azt hiszem egy ilyen víz, folyóvíz nélküli albérletből egy ilyen másfél szobás kecskeméti lakótelepi lakásba. És modernizálódott a falu is. A régi parasztházakat, mint amit látták, emlékeznek Kádár, ahol lakott, fölváltották ezek a cseréptetős, meggörbített, ikerablakokkal ellátott házak, ahol szintén lassan-lassan lett villany, lassan-lassan lettek közművek, és a statisztikák szerint ilyen módon nőtt a komfort felszereltsége a magyarországi lakásoknak 1960 és 90 között. De legalább ilyen fontos volt annál, hogy megváltozik a lakás körülmény, az életkörülmények modernizálódnak, kellemesebbé válnak. Legalább ilyen fontos volt, hogy a magyar társadalom nagy tömegei jól laktak. És nem csak, hogy jól laktak, hanem ez a jó lakás nem kíván már külön erőfeszítést. Nem erre kellett gyűjteni. Ez alapjáraton megvolt. Itt ez a tartós fogyasztási cikkeket mutatja. Kicsit előreugrottam. Ez a lakás modernizációhoz, ez is hozzátart. Ez is világtendencia. Nem magyar tendencia, de nálunk is érvényesül. Amiben nem nagyon jutottunk előre, és ennek is és nehéz tudni az okát, ez a telefonkészülékeknek a száma volt, amelyben Albánia szintjén álltunk, nagyon alacsonyan. De és most jön az, amit az előbb kezdtem el mutatni, hogy az élelmiszerfogyasztás hogyan változik. Ha a 30-as éveket és az 50-es éveket hasonlítják, akkor hát nemhogy fejlődés nincs, hanem visszaesés van.
És a 60-as, 70-as, 80-as években húsfogyasztásban, zsiradék, tejben, tojásban, nagyon jelentős, zöldséggyümölcsben nagyon jelentős. Egyedül a krumpli fogyasztás esik vissza, amely nem olyan nagy baj. Az összes többi az szinte nőtt. Úgyhogy a lakás modernizáció és a komfort szintje, a étkezés mellett egy harmadik dolog, amely a társadalom komfort érzetének jót tett, de ez csak inkább a társadalom felső 50%-át jellemezte, a külföldi utazások voltak. Az 50-es években ez nagyon ritkaságszámba ment, és ahogy látják, a 70-es, de különösen 70-es évek második felétől nagyon nagy mértékben emelkedik. Először csak a szomszédos országokba, mert oda lehetett menni évente, a külföldre csak 3 évente, de egyre aztán azt is enyhítik, és aztán a külföldre is. A magyarok ekkor fedezik föl másodszor az Adriai tengerpartot, ami azóta is, hát a magyar turistáknak egy kedvenc célállomása. Jelentősen nőtt a népesség iskolázottsága. Ugye az analfabetizmus már a Horthy korszakban megszűnt, most jelentősen nő a középiskolát végzetteknek a száma, 4%-ról, 5%-ról 30%-ra, és ez akkor is fontos, hogyha tudjuk, hogy ezek az érettségizett diákok nem voltak talán olyan magasan kvalifikáltak, mint a Horthy korszaknak az elitiskoláiban. És nő a felsőfokú végzettségűeknek a száma. Mindezek alapján mondták a Kádár rendszerre akkor, annak idején, hogy gulyás kommunizmus, frigider szocializmus, és összefoglalom azt, hogy a legvidámabb barak. Barak, mint ahogyan az összes többi szocialista ország is, de a legvidámabb barak. Nos, a gazdaság fejlődéséből következőleg ennek a nagy vidámságnak a 80-as évektől egyre inkább vége lett. Amit ez a grafikon mutat, hogy a reálbérek milyen sokáig, ez az árindex, azt hiszem, a fogyasztói árindex, amikor a 40 fillér a kifli. Hirtelen a 70-es évek végétől hogyan ugrik föl, és a másik pedig a reálbéreknek a növekedés mutatja, hogy ez is leáll 80 körül, és utána már csak stagnál. És a jövedelem az még mindig emelkedik, az egyéni jövedelmek, mert abban benne van az ingyenes orvos, az ingyenes oktatás, és sok minden. De egészében véve azt mondhatjuk, hogy a korábbi időszakra jellemző dinamikus növekedés az lefékeződik, stagnál, majd hanyadlik. És az emberek, akik természetesen nem hülyék, ezt pontosan érzékelték, még ha nem is hangosan, és nem is álltak ki az utcasarokra. Ez egy olyan fölmérésnek az eredménye, amit a pártközpont készítetett magának, hogy lássa, hogy mit gondolnak az emberek, de közé csak 89-be tették. Ami érdekes az, hogyha 81-est nézzük, akkor tulajdonképpen Magyarország, ha megkérdezettek, azt mondják, hogy mindenben szinte, majdnem mindenben jobban állunk, mint a nyugat. Az anyagi bőségben talán nem, a házi munkaképpen ezekben nem, de nagyon sok mindenben jobban állunk. Ha 88-ban nézzük meg ugyanezeket a kérdéseket, akkor azt látjuk, hogy egy dologba vezetünk, a munkához való jogba, ami azért volt, mert nem volt munkanélküliség. Tehát ez magyar, ha nem volt rá szükség, akkor se küldtek el senkit. Ez ebben, de például a pénz értékállósága, amely itt még 66% mondja, hogy jobb nálunk, mint nyugaton, itt már csak 6% mondja ezt. Ezt úgy nevezhetjük, hogy a lakosság hangulata megváltozott. Még korábban a Kádár rendszer eredményeit, hogy mondjam, elfogadta, örömmel vette, az eredménytelenség elfordítja onnan, és a rendszernek a népszerűsége nő. A gazdasági jólét vagy rossz lét mellett más negatív tendenciák is vannak a Kádár korszakban, amelyekről én nem tudok részletesen beszélni, csak utalok rá. Az egyik ilyen Magyarország népessége, amely 1980-tól kezdődően fogy. A rendszer akkor is, mint ahogy ma is, sok mindennel próbálkozott, családi pótlékkal, gyermekgondozási segéllyel. Ezek ideig, óráig hoztak valami eredményt, de nem tudták megállítani a demográfiai hanyatlást, amely szintén nem magyar tulajdonság, hanem azt mondhatjuk, hogy a civilizáció, bizonyos civilizációs szinten ez más európai országokban is megjelentkezik. A negatívumok vagy az eredménytelenségek közé sorolom a kádári külpolitikát is, amelynek ezek a fő pillérei, mert azt lehet mondani, hogy még gazdasággal és kulturálisan
a kádári időszak leginkább a szocialista országokhoz képest leginkább eltávolodott a szovjet modelltől, külpolitikában egyfajta szervilizmus jellemezte. Csak gondoljunk 68-ra, amikor Románia megmerte azt tenni, hogy nem támadja meg, vagy nem avatkozik be a Csehszlovákia elleni invázióba, Magyarország végül beavatkozott. A külpolitikának akkor is, ma is az egyik nagy dilemmája a magyar kisebbségek voltak. Akik ekkor még durván 3 millióan laktak, főleg Erdélyben, de Felvidéken is, és az ő helyzetük ebben az időszakban romlott. Romlott már a 50-es évektől, mégpedig azért, mert Kádár, amikor hatalomra került, akkor ezzel a kérdéssel nem foglalkozott, hanem a szomszédos országnak a támogatását akarta megszerezni, és a magyar kisebbségek ugye nem érdekelte. Tehát volt egyfajta közömbösség. A 70-es évektől ez is kezd változni, és törekszik arra, hogy a leginkább veszélyeztetett csoporttal, az erdélyi magyarokkal valamiféle javulás legyen a helyzetükben, ezért találkozik 77-ben Ceausescuval, Debrecenben, majd Nagyváradon is. A találkozó eredménytelen, semmiféle eredményt nem hoz, és Kádár többen nem találkozik Ceausescuval. Emiatt, hogy nem hoz eredményt. A 80-as évek közepén nagy változás van, mert a Szovjetunióban 85-ben élre kerül Gorbacsov, aki, és ebben hát szintén megértik talán, hogy nem fogok erről beszélni a továbbra részletesen. Az elgondolásának az egyik sarkalatos pontja az volt, hogyha a kelet-európai országok számára nagyobb szabadságot biztosít, akkor ezekben az országokban a kommunistáknak lesz akkora támogatottságuk, hogy hatalmon tudnak maradni. Ez egy nagy tévedés volt, de ez volt a feltevése. És erre, és itt érünk vissza a Kádárhoz, erre Kádárt már alkalmatlannak találta. Gorbacsov is, és a Krücskov, a KGB főnöke is, és más szovjet vezetők is, ezért eldöntötték azt, hogy az élre törő reformerek közül kell valakit kiválasztani, és Kádárt, aki már öreg, nem elég rugalmas, háttérbe kell vonni. Ez az ember Grósz Károly lett, és mögötte pedig Pozsgai, illetve Nyers Rezső, és 1988-as pártértekezleten Kádárt megfosztják tulajdonképpen a párt főtitkári hatalmától, és az elnöki, az ilyen dísz funkciót kreálnak számára a párt elnökét, és hát ez a nyilvánvaló bukás még az életében, itt távozik a pártközponttól akkor, amely lelkileg is és fizikailag is megviselte, és tulajdonképpen élete utolsó időszakában hát egy mentálisan összeomlott, szellemileg leépült és fizikai problémákkal is küzdő emberré vált, akiből a Nagy Imre újratemetése mindenféle hát tudatalatti, elfojtott érzelmeket és gondolatokat hozott elő. 1989. július elején halt meg, és az ország ekkor már a rendszerváltás lázába ég. Itt van Bush elnök, Nagy Imrét újra temetik, rehabilitálják, alakulnak a pártok, nemzeti kerekasztal, stb. És mégis az ország lakossága, legalábbis Budapestnek a lakossága tömegesen búcsúzik el Kádártól. A Ravatalához, a Fehérházba sorok kígyóznak kora reggeltől kezdődően, és amikor viszik a Fiumei úti temetőbe, akkor amint látják, ez a Rákóczi út vagy Kossuth Lajos utcán vagyunk, sorfalat állnak az emberek. És ugyanez van, tömeg van a temetőben is. Ezeket se hajtották, hanem a magyar társadalom vagy a pesti társadalom egy része úgy ítélte meg, hogy Kádár Jánosnak több volt a pozitív tulajdonsága, mint a negatív. Másként fogalmazok. Nem arra helyezték a hangsúlyt, amit 56 és 62 között csinált, hanem arra, amit 65-től mondjuk a 85-ig csinált. Ez a sírja, amit 2007-ben megrongáltak, mint tudják, elvitték a fejét, meg a felső testének jelentős részét is, hogy hol van, azt nem lehet tudni. Hogyan ítéljük meg ezek után mi, vagy a mai magyar társadalom Kádár Jánost? Néhány statisztikát mutatok, lehetne többet is, de néhányat készítettem.
1989-ben, amikor meghalt, akkor 75% gondolta úgy, hogy halálával a magyar politikai élet egyik legnagyobb egyéniségét vesztette el. 10 év múlva 42% gondolta azt, hogy a 20. század legpozitívabb politikusa volt, 12% szerint viszont a legnegatívabb politikus volt. 2006-ban 30% szerint Kádár a legpozitívabb, de nő azoknak a száma, akik negatívan ítélik meg a szerepét. Az egész magyar történelem legpozitívabb alapja 5-ös skálán, Széchenyi István, utána Kossuth Lajos 4,5, és Kádár 3,5-öt ér el, megelőzve Horn Gyulát, Nagy Imrét, Ferenc Józsefet, és a múltkor tárgyalt Horthy Miklóst is. Ebből azt a következtetést vonom le, vagy igazam van, vagy nem, hogy ez összefügg két dologgal. Egyrészt a generációváltással, vagyis hogy azok az emberek, akik a 60-as, 70-es években emelkedésként élték meg a kádárizmust, azok közül egyre többen meghalnak. Ez az egyik része. A másik része pedig a fiatalok, akiknek nincs közvetlen tapasztalatuk erről az időszakról, azok vagy elhiszik azt, amit a nagypapa vagy a nagymama mond, vagy pedig azt hiszik el, amit az iskolában hallanak, vagy iskolában tanítanak. És az iskolai tanítás, azt hiszem, ez túlzás nélkül kijelenthető, az utóbbi években, évtizedekben abba az irányba haladt, hogy a Horthy korszakkal, Horthyval kapcsolatban a hangsúly a pozitívumokra helyeződik át a negatívumokról, Kádár János esetében és az államszocializmus esetében pedig fordítva. Hogy mi fog történni a továbbiakban Kádárnak a megítélésével, az azt hiszem, hogy nagyon nagy mértékben az iskolai oktatáson múlik, mint ahogyan mindig is azon múlott. Köszönöm szépen a figyelmet. Ne kérdezzem meg tőlem senki, hogy most hősnek tartom Kádár Jánost, vagy árlónak tartom, mert arról szólt az előadásom, ez is meg a Horthy is, hogy minden emberben vannak pozitív és negatív tulajdonságok, és tulajdonképpen a történész ezeket próbálja mérlegelni. Tehát egy jelzővel, egy szóban nem lehet leírni se Kádárt, se Horthy Miklóst nem lehet. Ez az egyik része a dolognak. A másik része, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy másként viszonyul Horthyhoz és a Horthy rendszerhez az, aki akkor az élet napfényes oldalán állt, és aki akkor mondjuk cseléd volt. És ugyanígy a Kádár korszakban is. Másként viszonyul ehhez az időszakhoz, akitől elvették esetleg a lakást, internálták, nem vették fel az egyetemre a származása miatt, vagy azok, akik alacsony sorból fölemelkedve Kádár Jánoshoz hasonlóan jutottak el valahova. Szóval, amikor ezekről a dolgokról beszélünk, akkor mindig van az egyéni emlékezetnek, az egyéni sorsoknak, történeteknek szerepük, és ezek nagyjából 3 generáció után kezdik elveszteni a jelentőségüket, mint ahogyan ez a reformkorral, Kossuth-tal, Széchenyi Görgeivel különösképpen lehet látni, és így volt, aki a Horthy korszakban még egy pozitív Görgei kép botrány volt. Ma már nem az. Köszönöm a figyelmüket.